megáldatik és megszenteltetik, ezen felújított konyha a Szentlélek malasztja és a szentelt vízzel való meghintés által az Atyának és Fiúnak és Szentlélek nevében. Amen. A történelmi egyházak is megáldották a Tiszaeszlári önkormányzat felújított konyháját. A nemzeti színű szalag átvágása pedig azt jelzi, hogy a napokban már birtokba is vehetik a 95 millió forintból, akár 400 adag étel készítésére is alkalmas főzőkonyhát. A megye település szerkezetében, az ország település szerkezetében fontosak ezek a beruházások. A Magyar Falu program, fontosak azok a fejlesztések, amelyeket a családok valósítanak meg az otthonaik újraépítésében vagy felépítésében. Egyre több településen hallani, hogy nincsen eladó ingatlan. Tiszaeszláron még van, tehát még aki akar itt eladó ingatlant venni, az még jut hozzá, de nőttek az ingatlan árak. Persze ez, sokan azt mondják, hogy ez probléma. Ezzel együtt is gondolom az itt élőknek, akik ingatlant adnak el, azt jelenti, hogy megmarad az ingatlan értéke, érdemes itt építkezni, érdemes jövőt tervezni, hiszen 10-20 év múlva is az a ház érni fog valamit, lesz, megmarad az értéke. Tehát egy élhető, fenntartható település jöhet létre ezeknek a fejlesztési programoknak köszönhetően, mint ahogy itt Tiszaeszláron ez a főzőkonyha egy lépés jelent ebbe az irányba. A 2800 fős Tiszaeszlár megújult konyhájában helyi alapanyagokból, helyi munkaerővel készülhetnek majd az ételek a település iskolásai, óvodásai számára. Ezekkel a kerékpárokkal pedig a szociális ellátásban résztvevő több mint 80 idős ember számára szállítják ki az ételeket, amelyek szintén ebben a konyhában készülnek majd. Ők a szociális ellátásban vesznek részt, ők minden nap kiviszik az időseknek az étkezést, ők a saját önkormányzati alkalmazottaink, lehetett látni egyen bicikli minden, tehát felhagynak ők is szerelve, és ők minden nap ellátják a feladatukat, látogatják az öregeket, nem csak az ebédet hordják ki a számukra, hanem gyógyszerbeszerzésben segítenek, de még a takarításban is, meg a tüzelésben is télen. A település fejlesztései az elmúlt években kiemelkedőek voltak. Az elmúlt három évben több mint 10 pályázata sikeres volt Magyar Faluból, az úgynevezett belügyminisztériumi pályázatokból, ez a konyha is abból valósult meg. Ráadásul itt csak azok az önkormányzatok pályázhatnak, akik az önerőt elő tudják állítani. Hallhattuk ma is, hogy 94,7 millió volt az összpályázat, és ebből 4,7 millió volt az önerő. Tehát körülbelül azt lehet mondani, egy olyan 5-6%-os vagy talán igen 5%-os önerőt kellett biztosítani, és az azt mutatja, hogy jól gazdálkodik a polgármester úr és a képviselőtestület, és ráadásul a polgármesteri hivatal energetikai felújítása is most történik, falubuszt is vásároltak, szépen lépeget, járdát is építettek, belterületi utakra is tudunk költeni, a ravatalozót nem rég adtuk át, hát még felsorolni is most jutnak hirtelen eszembe ezek a dolgok. Gratulálok Tiszaeszlár vezetésének. Az átadó ünnepségen elhangzott, további fejlesztésekre pedig szintén lesz módja a megye településeinek, hiszen folytatódnak a pályázati lehetőségek.